500 darab esővízgyűjtő hordót osztottak ki tavaly a déli város részben élőknek. Debrecen önkormányzata a Future of Debrecen mozgalommal közösen alkotta meg a Víz a közös kincsünk elnevezésű programot, ami nagy sikert aratott a debreceniek körében. Miután kertészkedem, és a vízre mindig szükségem van, az esővízre meg különösen, hát így úgy gondoltam, hogy miután ez a lehetőség adott, akkor élek vele. Most Debrecen összes kertes házas övezetére kiterjesztik a programot, amelynek célja, hogy felhívja a lakosok figyelmét az esővízgyűjtés fontosságára. Egy átlagos 100 négyzetméteres tetőről mondjuk egy 3 mm-es csapadék hullás esetén egy ilyen hordó meg is telik teljesen, amelyet utána a növényeink öntözésére tudunk használni. Májusban a tervek szerint 5500-300 literes esővízgyűjtő hordót osztanak szét ingyenesen a kertes házas övezetekben élő családoknak. Debrecen város vezetése és a Fidesz-KDNP frakció cselekvő és kezdeményező minden olyan környezetvédelmi programot illetően, ami a város környezet tudatos szemléletmódját formálja. A hordók kiosztásával a város zöld kódexének újabb intézkedése valósul meg. A lehulló csapadék összegyűjtésével ingyen és környezetbarát módon szépülhetnek a debreceni családok kertjei. A vízbázis védelme, valamint annak helyben tartása fontos feladat a város számára. Ez a mennyiség, ami rendelkezésre fog állni a debrecenieknek, ez 15 ezer debreceninek a napi vízfogyasztását képes egyszerre eltárolni. Ez azért is fontos, mert ezzel védjük a csatornarendszert is, védjük a vízműnek a munkáját, tevékenységét. Háztartásonként egy hordó igénylésére jogosultak azok a lakosok, akik április 30-áig regisztrálnak a www.futureofdebrecen.hu/esővíz oldalon. A városban a közterületeken is korszerűsítik az esővízgyűjtő rendszereket. Ennek részeként egyebek mellett folyamatban van egy 19 km hosszú ivóvízgerinc fővezeték kiépítése, amely a keleti városrész ingatlanjait juttatja majd ivóvízhez.